Üdvözlök mindenkit! Náproklem vagyok! Jöjjön Mass Effect Andromeda összeesküvés elmélet. Nos, mindenkinek mondom, aki még nem játszotta ki a játékok, spoilerek fognak következni. Illetve nem teljesen a teljes játékot átfogó spoilerek, ám viszont annál inkább egy összeesküvés elmélet, ami így felvetült a az internet világába, és ezt szeretném nektek most elhozni, mert igen, igen, logikus, megható következtetések vannak, hogy ez a Mass Effect és az első három Mass Effect között némi kapcsolat áll fent. Ugye panaszkodtam volt a Mass Effect megérje videómban, hogy hát a karakterek kidolgozottsága nem az igazi, és hát ennek fényében fogunk beszélgetni egy kicsit a karakterekről is, illetve arról, hogy tulajdonképpen mit akarhat az emberiség uh, gyakorlatilag egy, másis, egy másik galaxisban, ugye az Androméda galaxisban, azon belül is uh, uh, mondjuk, hogy milyen furcsaságok zajlanak a Helius, uh, a Helius rendszer körül, ami a Mass Effect Andromédában van. Nos, um, nem is tudom, hol is uh, kezdjem a dolgot, tehát kezdjük azt, hogy mi a játék alaptézise és ezzel azt hiszem semmilyen komolyan spo spoilert nem fogok elárulni, az a játék alaptézise az, hogy az emberiség számára egy um, új otthont, egy B-tervet uh, találjunk, és ezért hopp, rögtön ázruccanunk egy másik galaxisba, vagy amit Androianak hívnak, hogy ott egy új életet um, alapítsunk. Nos, hát um, azt kell, hogy mondjam, hogy ez tök jó, csak hogy a Mass Effect 1, 2, 3-ban azt tudjuk, hogy a tejutrendszer, ugye, honnan az emberiség jön, a tejutrendszernek csak az 1%-a van felfedezve, és ebben az 1%-ban él az összes faj, akit a Mass Effect univerzumban megismertünk, tehát... És az andromeda mi a célunk, ugye? A trailerben is el lett mondva, hogy hát azért megyünk egy másik galaxisba, hogy egy új jövőt teremtsük magunknak, és találjunk olyan helyeket, amelyek úgymond nyers anyagban gazdag helyek. Na most, ha 1%-át fedeztük fel a tejutrendszernek, nem hiszem el, hogy a többi 99%-ban gyakorlatilag nincsen olyan hely, ami uh, teljes mértékben úgymond nyersanyag, dús és uh, Őszintén szólva, hogyha csak a tejüt rendszeren belül maradna az emberiség, és itt, it fedezne föl új dolgokat, uh, minden bizonyal sokkal könnyebb lenne őket hazaszállítani a Földre, mint hogy mondjuk helyből egy másik galaxisból um, hozzuk át ezeket, az, e ezeket a nyersanyagokat. Szóval ilyen teljesen um, Kicsit furcsa dolgok folynak itt a háttérben, szóval Mi az isteni utaznánk el egy másik galaxisba, hogyha a rendszer még fős is fedezve, és mindaz az összes faj, aki gyakorlatilag ott volt em, a teutrendszerben, az mind beletartozik abba az egy százalékba. A következő dolog, aki régebben figyelt a trélereket és volt egy ilyen incentive, nem, tudom nem, nem tudok érteni, nem tehát a lényeg az, hogy ez egy ilyen recruitment volt, hogy jelentkezz te is az Andromeda Andromédához, és menj te is, tőd. ezzel nyomták a trailer, és ott bemutattak egy-két karaktert, köztük a fő, főszereplőket, tegyük fel például ott van Alec Ryder, a főszereplőnek az apja, aki rögtön az elején meghalt, de neki van egy olyan érdekes profilja, amiben azt mondja, hogy az ő érdeklődése, a, Mesterséges intelligencia és az ember kapcsolata felé irányul az, azért, hogy az embert jobb, nagyobb fejlődésé, euh, tehát jobb, jobbá tegyék az embert. És hogyha visszagondolunk egy kicsit, kik mondták ezt euh, még régebben? a Mass Effect 1, 2, 3 ban hát ugyebár a Cerberus. A Cerberusnak volt az az egyik alapelmélete, hogy ö, az embert fejlettebbé lehetne tenni akár ö, gépek segítségével és Persze ez, ez azért lehet teljesen egy ö, ö, teljesen véletlen ö, elmélet, de azért mégis egy kicsit kicsit-kicsit-kicsit furcsa a, a dolog lényege. Nos, ö, a másik dolog, amit ki szeretnék említeni, például ott van az egyik társad, akit Kora Harpernek hívnak, ugye a kis szőke oldalra fésült hajú valaki, na most aki egy kicsit úgy jobban belemerült a Mass Effect univerzumban, akkor tudja, hogy létezett egy olyan régebben, hogy First Contact War, ahol az emberek, emberek azért harcoltak bizonyos fajokkal, köztük például a turiánokkal is, most mondtam valamit, és ebben a First Contact War-ban gyakorlatilag az Illusive Man, aki az Mass Effect 2-3-ban választva nagyon szerepet az Illusive men harcort Jack Harper néven. Na most azért ez több, mint véletlen egybeesés, ugye? És ugye hát logikussá válna, hogy, hogyha a Cerberus tudott valamit akkor az Illusive Man, vagy Jack Harper részéről, hogy a tényleg a lánya, akkor őt minél nagyobb biztonságba helyez, és gyakorlatilag konkrétan azért, hogy a reaper elől elmeneküljünk, elmeneküljön, annyira biztonságba tette a lányát, hogy helyből egy másik galaxisba küldte. Valami oknál fogva. Ez csak egy érdekes kapcsolat, megint csak nem biztos, hogy így van, de az Illusive Man, a First Contact Work, vagy Jack Harper néven harcolt, és Korra Harpernek hívják az egyik segédedet a játékban. Nekem egy kicsit gyanosnak tűnik. Nos, tulajdonképpen kik állnak a Mass Effect Andromeda Incentive, tehát ez az egész projekt mögött kik állnak, ugye? Azon emberek csoportja, mondjuk így emberek és más fajok csoportja áll, akiknek valahonnan hatalmas nyersanyag és erőforrásaik vannak arra, hogy egy ilyen projektet végrehajtsanak, és ezt azért tudjuk például, hogy az emberiségen belül a Cerberus azért rendelkezett némi, hogy is mondjam, anyagi tartaléka, hogy ilyen projekteket végre tudjanak hajtani, és ugye az ő egyetlen céljuk az, hogy az ember legyen a supreme leader, tehát a főfaj, a... Fő, a, fő faj, a a, a galaxisban, és ez azért nem akkora lehetetlenségi terv tulajdonképpen, mert hogy um, például, amikor felfedezték a turiánok 1400 évvel azelőtt a, 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 a relayeket a Mass Effect 1, 2, 3-ban, kb. annyira fejlett faj voltak, mint az emberiség, amikor felfedezte a relayeket, és amikor harcoltak egymással, az emberek és a turiánok technológiailag teljesen ugyanolyan fejlettek voltak. Tehát ez, arra a következtetés, hogy mindenki, aki a tejútrendszernek az 1%-ában volt, és felfedezte a riléjeket Mass Effect 1, 2, 3-ban, nagyjából egyforma fejlettségű um, faj volt. Tehát nem voltak nagy, túl sok különbségek, ezért lehet, vált lehetővé az, hogy az emberiség gyorsan felzárkozott a többi fajhoz, akik már sokkal erőbb felfedezték um, ezeket a riléjeket. Tehát, Megint csak jön ebből egy logikus következtetés: akármi, amiért ezek az, ezek a pathfinder elmentek, elmentek egy másik bolygóra, egy másik a galaxisba, vagy sajnálom, egy másik galaxisba valami van ott, ami, ha megszerezhető és visszahozható a Tejútrendszerbe, azt az adott fajt, és persze remélhetőleg az emberiséget, előnyhöz juttatja minden téren a többi fajjal szembe. Persze, ez megint csak egy elmélet, és ezt azért mondom, hogy hogyha neten arra gondolná, hogy öm, az emberiség gyakorlatilag a reaperök után menekültek. Öm, ebbe a másik galaxisba, vagy a Reaperek elől menekültek ebbe a másik galaxisba. Na most ez a feltevés is esetleg téves lehet, mert nem biztos, hogy ezért menekültünk el. Mivel, hogy ez az Andromeda Incentive akkor alakult meg, mielőtt még uh, Shepard az 1-2-3-ban, 6 évvel azelőtt alakult meg, mielőtt Shepard egyáltalán tudomást szerzett a réperök eljöveteléről, vagy egyáltalán tudomást szerzett a réperökről. Természetesen ö, meg lehet, hogy azért alakult ö, meg ez az incentive, mert hogy a Geth esetleg a Turiának, hogy bárki, tehát ilyen fenyegetést nyújtottak az emberiségre nézve, de ezért alakult meg a Cerberus. A Cerberust azért alakították meg, gyakorlatilag, mert a Mass Effect 1-2-3 előtt volt a First Contact volt, és egy emberi pajsként szolgált, tehát egy nagyon durva és erős elit katonai egység is volt, és nem beszélve a tudós egységekről, akik gyakorlatilag azon munkálkodtak, hogy az emberiség pajzsaként szolgáljon, és kardjaként, hogy arról van szó. De miután véget ért a First Contact War, a Cerberus némileg hasznavehetetlenné vált, és akkor állt az Illusive Man a helyére, és folytatta tulajdonképpen azt a küldetést, amit ő elkezdett azért, szolgálja az emberiséget, csak hát egy kicsit kisiklott úton, útfélen, de Nincs, kizárva kizár, vagy emezen út mögött ezekkel a kapcsolatokkal, hogy kora Harper, Jack Harper, bla bla bla, a Cerberus, lehet, hogy van némi közük az egészhez. És tényleg egy másik galaxisba kell menni valamiért. És hogy megnézzük az Andromédában a Helius cluster valami furcsa van ezzel a galaxissal kapcsolatban, bár bocsánat, ezzel, a rendszerrel kapcsolatban, itt naprendszerrel kapcsolatban, és mi az Isten lehet az ott a nagy valami az ott középen. De lehet, hogy csak tévedek. Úgyhogy, srácok, ez lenne a Mass Effect Andromeda összeesküvés elmélet. Mindazoknak, akik azt hiszik, hogy négy kapcsolat az 1, 2, 3 és eme között, de én komolyan úgy gondolom, hogy van némi kapcsolat, és vissza fogunk még valahogy csatolni ehhez a dologhoz. Nos, srácok, köszönöm a figyelmet. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, hogyha van összeesküvés elméleted Andromédával kapcsolatban, akkor írd le, kíváncsian fogom elolvasni. És hát ja, köszönöm a figyelmet, a következő videóig sziasztok!